Marad a pécsi agglomerációs kistérségi társulásban Pécs, erről is döntöttek a megyeszékhely keddi ülésén. A kilépéssel vesztett volna Pécs, ezt belátták a városvezetők. Például azt a bölcsődei fejlesztést sem tudták volna megvalósítani, amire már nyert forrást a társulás, mondta a Fidesz frakció vezetője. Veszélybe sodorná azokat az intézményeket, amelyek Pécsen működnek, de az agglomeráció tartja fenn őket, szociális intézmények, egészségügyi intézmények például, de még egy pécsi bölcsöde felújítása is veszélybe kerülne, hiszen ha az agglomerációs társulásnak nem része Pécs, akkor ugye amit a társulás elnyert forrást erre a bölcsödei felújításra, azt sem Pécsen tudja elkölteni. Így most beküldték azt az előterjesztést, amely gyakorlatilag visszalép ebből a kilépési szándékból. Mint ahogy már korábban beszámoltunk róla, módosítani kellett a pécsi költségvetést is. Megérkezett az a kormányzati támogatás, ami az eredeti összegnél 3 milliárddal több. Így bérekre lehet fordítani ennek egy részét, illetve az önkormányzat iparűzési adóbevételének kompenzációja is megtörtént. Ezért volt szükség a költségvetés módosítására.